DNA, brand new voice. A legrosszabb vírus, szelfizők társasága. Üdv újra! Podcast kalandorok! Vagy a kalandorok! Ez megint sem értem, mert nincsen ennek. Na mindegy, majd egyszer össze. Vagy nem. Ez itt a DNA, brand new voice. Üdvözlünk mindenkit ma is a képzeletbeli stúdiónkban. Ezen a reggelen, napközbeni, mit tudom én, mondjuk ebéd közbeni órán, vagy hogyha nektek úgy tetszik jobban, akkor csillagnézés közben az esti sötétségben, bár ez úgy jobban belegondolva elég pervezül hangzik. Na mindegy. Mint mindig, ma is velünk van a magyar nyelv tudora, akihez még Boros Lajos is örömmel fordul segítségért, nem mellesleg egy ízig-vérig fordítónak álcázott Winchester a srác. Luke Danes! Így van, és Joey GoPro triviálni. Hát én olyan ismire gondoltam, hogy aki a mikrofon mögött, meg a kamera előtt a műsor szellemi megtévesztője, és egyben a hallgatóit szexi orgánumával betámadó Joey triviálni, de azért hát így sem volt. Felfelé, harmadjára sikerült is jól bekapcsolnod, úgyhogy... Rubeli, élvezem. Na, nagyon jó, tudod, hogy elveszem az ilyet. Hát, ha megkidobt erre 200 ezer fontot, csak el használjad. Most komment, léptünk a 80 ezeres mégsírról a 200 ezeres kamerára, ami fel annyiba kerül, mint a mikrofon, de semmi. Nem vagy, ez úgy nem jó. De vagyis, hát, miért nem lenne jó. Hát mondjuk az tény. Mert így aztán olyan rohadt hát vicces tényleg, tehát igen. De. Jó, most tény is valahogy így ez egy televízes. Nem tudom egyébként, miket iszol, de én most mondjuk rászoktam teljes egészében a joghurt italokra. Tök egészséges. Nekem is volt egy olyan időszakom amúgy. Valószínűleg nem érdekel. Szerintem itthonról meg kikoptok én, mert tök rég láttam én normálisat. Tényleg? Aha. Wow. Fura, de egyébként most nem tudom, látod-e az egy mennyire kicsi. Ilyenkor kell azt mondanod, hogy látom. Hát erre nem merem azt mondani. A mai adás is egy a mai rendhagyó nyári kis könnyed... Gondoltam valamilyen nagy átkötő szövegre, tudod, hogy nagy fellengzés dologra, de hát az úgy nagyon nem akart összejönni most, úgyhogy rendhagyó módon leszünk izgalmasak remélhetőleg, de mielőtt rátérnénk ezekre a dolgokra, mi lenne, hogyha mesélné nekünk a te kis vadász ösztönödről, amivel a múlt hetedet mulattattad, méghozzá szigeten, mert én ugyanis olyasmiket hallottam meggyőző forrásokból, hogy te általában egész éjjel sátánkákat üldöztél, és kétszer reggel. Hát, valami ilyesmi. Ez a rossz sztori. Igen, hát ez amit te elmondtál végre. Igen, tehát nem tudom, hogy voltam egy szó a sátánkákról, de még a három év alatt már biztos valamikor.